Az itt látható képek szakértő zsűri döntése alapján kerültek be az Art 9000 és a Rómer Flóris Múzeum által rendezett 5. Art téli tárlatba. A kiállítás célja, hogy a Győrben élő és a városhoz valamilyen szinten kötődő művészek bemutatkozhassanak. Ez az egyik legjobb lehetőség, főleg azért, mert így egymás munkáit is látjuk. Én minden évben adtam be képeket, és eddig szerencsére be is zsűrizték egyébként a munkáimat, de ez azért jó, mert most is 60 képet állítottak ki 38 művésztől, nyilván 38 féle alkotó képeit láthatjuk kint, és szobrokat is, természetesen nem csak képeket. Úgyhogy ez egyfajta visszajelzés is a munkádról, másrészt pedig láthatod a többiek, hogy milyen úton haladnak, és nagyon jó inspirációkat lehet egyébként kapni, mert én is nagyon szeretem a többiek képét is megnézni. 60 alkotás látható a Napóleon ház kiállító termében. Malasi Zsolt festőművész például a szerelem és magány témáját dolgozta fel képeim. Megjelenik a magányosság egy személyes formában, és a párkapcsolatban pedig a szerelem, ami egy szexualitásban nyilvánul meg, de úgy gondolom, hogyha egy magasabb szintű szexualitásról beszélünk, ott egyszerre egyesül a test, lélek és a szellem. A kiállításon résztvevő alkotók között a szervezők díjakat osztottak ki, melyek lehetőséget biztosítanak a művészeknek egy önálló kiállítás megtartására. Sudár Éva is a díjazottak között szerepel, az ő kiállítását ősszel az Eszterházi palotában nézhetik meg az érdeklődők. Felismerhető és embereket, tájakat festettem nagyon sokáig, és egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el az absztrakt képek, a nonfiguratív képek felé fordulni. Ez most úgy látszik, hogy betalált, jó helyen vagyok vele, nagyon jó visszajelzéseket kapok, és a képeim mérete is sokkal nagyobbak, mint régen voltak nyilván, úgyhogy most már ilyen 2 méteres képeket festek, úgyhogy viszonylag nagy méretűeket, és most nem figurális, tehát absztrakt képeket készítek. Nagy Judit idén először pályázott képeivel, és amellett, hogy a szakmai zsűri beválogatta azokat a tárlatba, díjat is nyert velük. Az önálló kiállítását a Soproni Várkerület galériában lehet majd megtekinteni. Organikus formákból indulok ki, és ezeket szoktam átértelmezni, illetve kicsit átírni, illetve hát folyamatosan változnak. Úgyhogy most sikerült nyernem egy önálló kiállítást pont ezen a téli tárlaton, és arra most egész más jellegű képeket szeretnék csinálni. Tehát ezek most inkább ilyen mikroszkopikus jellegű képekből indultak ki. Most is ilyen látható, de most más irányú terveim vannak. A kiállítás február 28-áig látogatható a Napóleon házban.